világéletemben hajlamos voltam rossz döntéseket hozni. David, nem akarok olyan barátot, aki eltűnik, ha sok a dolga. Megbízhatatlan vagy, és milyen szép csokrot hoztál nekem. Tetszik mi? Talán épp ezért vagyok képtelen végre felmondani. 3 órát késtél! Tudod, David, én fiamként szeretlek. De hisz a fiad vagyok. Mindenkinek van életcélja, csak én még nem találtam meg. David Wozniak 1991-ben öndonor volt egy termékenységi klinikán, de volt egy kis keveredés a mintákkal. Tessék! Ön a biológiai apja 533 gyereknek. Tessék! Hogy lehet valaki 533 gyerek apja egy személyben? Nekem már ez a 4 is bőven sok. Szerinted mit tenne egy átlagember egy ilyen helyzetben? Egy átlagember nem kerül ilyen helyzetbe. Gáz van, David, a srácait pert indítottak, hogy kiderítsék, ki az apjuk. Most mit csináljunk? Ebben a borítékban vannak a gyerekeid aktái. Nehogy kinyisd! Tudom, hogy nem kellett volna, de kivettem egyet. De csak egyet. Rossz ötlet volt. Színész vagyok, és lemaradok életem meghallgatásáról. A kávézót bízd csak rám. Ezt meg hogy érted? Kávét én is tudok főzni. Kirúgtak. Ki bizony? Megvan a szerep. Megkaptad. Idén. Lehet, hogy ez a legcsodálatosabb dolog az életemben. Ezekkel a gyerekekkel valakinek törődnie kell. Igen! Őrangyalra van szükségük. Hé, szexi! Mit művel? Nem látott még lányt? Miközben a srácaiddal törődsz, majd felveszel valami köpönyeget. Nem szuperhős leszek, hanem őrangyal. Az élet ajándékait. Csak nehogy lelepleződj. És kiderüljön, hogy te vagy az 500 gyerekes pasas. Életemben először végre azt teszem, ami helyes. Taxi! Mindig váratlanul kapjuk. Úgy döntöttem, megpróbálok úgy Isten igazából élni. Szép! Lehet, hogy fura, és kissé túlméretezett, de az én életem. Vince Vaughn. Gőzöt sincs, mi kell a gyerekneveléshez. Apu. Jól van, elég már. Csak fegyelem. Szerinted ez az? Elpuskázva. Apu. Hamarosan a mozikban.